A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk egy érzékenyítő órára, aztán foglalkozunk az Ugorj be most című interaktív előadással, végül pedig megnézzük, hogy milyen egy szenior örömtánc óra. Tartsanak velünk! Érzékenyítő órát tartottak a Bugát Pál Technikumban. Csuri Ferenc paralimpikon úszó látogatott el az intézménybe, aki mesélt a diákoknak életéről és a sportban elért eredményeiről. Yes, ezzel a megható, ám pozitív hozzáállást hangsúlyozó videóval indult Csuri Ferenc előadása a Bugát Pál Technikumban kedden délelőtt. A parasportoló nem mindennapi életútját ismerhették meg az iskola tanulói, akinek 7 évesen amputálni kellett jobb karját, mert egy rutin műtétet követően orvosi műhiba lépett fel. Aztán a sport hozott fordulatot és pozitív élményeket az életében. Később sportoló lett és sportvezetőként is dolgozott a Paralimpiai Bizottságnál, különböző szövetségeknél a mai napig munkálkodik. Mint mondja, állapota az élete részévé vált, és szeretné saját misszióját, valamint a parasport mozgalmat minél szélesebb körben megismertetni. A diákokat motiválni mindenféleképpen jó dolog, és hogyha ehhez akár parasportolók, akár bármilyen sportoló hozzájárul, akkor már én azt gondolom, hogy valamit hozzátettünk a közös érdekhez. Én ugye néha azért szoktam menni iskolákba, intézményekbe, különböző alapítványokhoz ilyen beszélgetésekre. Ennek mindig az a lényege, hogy a gyerekek ne megijedjenek ettől, hanem kicsit befogadják az új információkat, és talán egy kis erőt is tudjanak belőle meríteni. Az én életutam, én azt gondolom, hogy azért nem mindennapi. Ugye nekem 7 éves koromban volt egy orvosi műhibám, amiből fakadóan elvesztettem a jobb karom, és ezután a sport volt az, ami én úgy gondolom, hogy egy kiemelkedést adott az én életemnek. Utána, mint sportoló, sportvezető dolgoztam a Paralimpiai Bizottságnál, különböző szövetségeknél mai napig dolgozok, és ez az egész az életem részévé vált. És a parasport, és ugye most a parasport napnak az alkalmából vagyunk itt, ami ugye 2017 óta indult el ez a mozgalom. Ennek ugye pontosan ez a lényege, hogy minél több helyre eljuttassuk ezt a mozgalmat és ezt a missziót. Az intézményben javában zajlik a már hagyományosnak számító parasporthét. Ilyenkor a testnevelés órák keretében próbálhatnak ki a diákok több mozgásformát is. Már 3 éve tartjuk a parasport hetét a Magyar Parasport napja alkalmából iskolánkban. A tanulók ilyenkor a testnevelés órák keretein belül különböző parasportokat próbálhatnak ki, ilyen a vakfutás társal, az akadálypálya legyőzése vakon társ irányításával, ülőröplabda, ülőbocsa, illetve az ülő curling, a nyári curling, ami a jeges curlingnek egy változata, valamint kapnak feladatokat otthonra is, hogy valamilyen, hát úgy mondjam, ilyen hiányosságuk legyen, azaz, hogy mondjuk bekötik a szemüket, vagy éppen felkötik a karjukat, és az egy hét alatt erről kell egy ilyen rövid beszámolót írni, hogy milyen mértékben befolyásolta ez a mindennapi feladataikat, mennyire nehéz volt segítséget kérni, kellett-e segítséget kérni a mindennapi feladatok elvégzésében. Tulajdonképpen ez egy érzékenyítő hét a tanulók számára, hogy átérezzék, hogy ezek a parasportolók, hogy élik a mindennapjaikat. A tanulók a hét során hasznos információkkal gazdagodhatnak annak érdekében, hogy a jövőben munkájuk során és magánemberként is elfogadják és segítsék a fogyatékossággal élőket. Éledezik a székesfehérvári kulturális élet, és azt hiszem, hogy Pletcher Ádám is meg tud ebben engem erősíteni, hiszen az értékmentők megint bevetésre készülnek, igaz? Igen, hát hál' Istennek azért igyekszünk mi folyamatosan programozni, és folyamatosan valami újdonsággal, vagy bármi izgalmas dologgal készülni.
De hát azért nekünk is volt egy kis pihenő időszak, és hát az egyik kedvenc nagy szerelem projektünk, amit így szoktam mondani, a szerelem projekt, az Ugorben most az ismét akcióba lendül. Uh-huh. Az Ugorben most talán most már egyre népszerűbb, elég sokan ismerik, most már évek óta megy itt a városban. Egy picit beszéljünk ennek az ötletnek a megszületéséről, egy kicsit az útjáról, és akkor a végén a beszélgetésünknek pedig elmondjuk, hogy hol lesz a legközelebbi. Hát ugye a színház, mint olyan, az engem is megfertőzött, vagy maga a színházi világ, az nekem is egy nagy ilyen szerelem dolog. Alapvetően egyébként én egészségtan tanár vagyok, de sikerült így a szakirány kapcsán kiválasztanom a színház és dráma pedagógia szakirányt, és hát ott gyakorlatilag feladatunk volt magában az iskolában is, hogy járjunk végig minden színházat, úgyhogy Pesten hál' Istennek rengeteg és nagyon fantasztikus és minőségi színházban voltam, és ott azért sok mindennel találkoztam én is, és valahogy ez az improvizáció műfaja, és a színészeknek ez a típusú munkája az engem akkor nagyon megfogott. És hát ki ne emlékezne a Beugróra, amit a Rudolf Petiék fantasztikusan összehoztak, és nagyon magas szinten műveltek. És hát azt gondolom, hogy ezt így összeraktam én is magamban, és amikor Fehérváron elkezdtünk egy kicsit mi is aktívabbak lenni, és hát a Diával, Kis Diana Magdonával pedig kialakult egy nagyon jó kapcsolat, akkor azt gondoltuk, hogy valamit mi is csináljunk, ami színházas, valami, ami izgalmas, valami, ami nincs. Egyébként nekünk, mint értékmentők, mindig ez egy fontos dolog, vagy egy fontos cél, hogy olyasmibe kezdjünk bele, amiben nem 15-ek, 20-ak, vagy nem tudom, bármennyi leszünk, hanem hogy igyekszünk megtalálni magunkat, a helyünket, hogy mi az a terület, ami még nincs betöltve, vagy mi az a programtípus, vagy bármi, ami nincs betöltve, de tudunk vele hasznosak lenni. Szóval valahol az értékteremtés és az a rész is, hogy megvalósuljon. És hát így jött az, hogy azért szórakoztató műfaj az nincs olyan sok, vagy a színházban sincsenek annyira a humoros darabok, vagy csak kevés, és aki esetleg nem jár színházba, de egy kicsit a színházhoz közel tudnánk hozni, annak pedig egyébként ez egy izgalmas műfaj, ugye ez egy átmenet kicsit, szóval hogy nem egy komoly történet, nem komoly darab, és nem Csehov, és nem tudom, hanem szórakoztatás, ez pusztán tényleg szórakoztatás, és hát a színészeknek pedig kemény munka. Uh-huh. Akkor meséljük el, kik azok, akik állandó résztvevők ebben. Hát az állandó résztvevőink, igen. Kis Diana Magdolna, ugye vele gyakorlatilag az alapítástól együtt vagyunk. Varga Gabi, aki még szintén oszlopos tagja a csapatnak. Krisztik Csabi, fantasztikus, azt gondolom, hogy tényleg, csak jókat tudok mondani. És hát aki nem hiányozhat, az Tűzkő Sándor, aki pedig azt gondolom, mindig szoktam mondani, hogy az őrült, aki viszi a prímet, vagy viszi a sót. És hát ugye azért nehéz nekünk is, mert a színészek élete sem játék és mese, vagy nem is tudom, hogy volt a Ópikék-Törpikékben. Azért itt is van az, hogy elfoglaltság van, és bármi más egyéb, úgyhogy néha van az, hogy beugrik egy új színész, vagy egy helyettesítőnk. De azért mi abban azért szeretünk valahogy úgy, vagy arra törekszünk az időpontok kapcsán is, hogy úgy ez az alap kis csapat legyen meg, mert bár improvizációról beszélgetünk, meg ugye ott jön létre ez az egész, de azt gondolom, hogy az együttműködés viszont ez egy nagyon fontos dolog, hogy már kicsit ismerik, hogy kit, hova lehet kivinni, kinek mi a határa, és hol az, vagy hol van az a feladat, amit még meg tud oldani, vagy jól tudjuk megoldani, és azt gondolom, hogy a rutin, bár improvizációról beszélünk, azért néha jól jön, hogy egy bizonyos szituációból ki tudjuk egymást lendíteni. Uh-huh. Mennyire volt, mondjuk lehet, hogy ezt a színészektől kellene megkérdeznem, de most csak te vagy itt egyedül, hogy mennyire volt szerinted nehéz nekik ebbe beleszokni? Mert hogy improvizálni azért biztos sokszor kell nekik egy-egy színdarab kapcsán, de azért amikor az egész erről szól, azért az egy más műfaj. Én azt gondolom, és ezt pont a színészeink mondták nagyon jól, hogy hát egyrészt én látom rajtuk, hogy azért sokszor izzadnak, és az sokszor kemény feladat előtt állnak, de szeretnek jönni. És aki egyébként beugró színész, ő is mondja, hogy neki jól esett, hogy ez jó. És az improvizáció talán azért is izgalmas mindenki részéről. Én szoktam mondani, ez a rendezvény, ami egy ilyen win-win történet. Egyrészt
a vendégnek is, vagy hát a nézőnek is egy fantasztikus élmény, meg hát a színésznek is. És ugye a színésznek azért, mert kicsit már a darabokban azért be vannak rozsdásodva ők is, és akkor ismét lehet akkor egy picit kiteljesedni, ismét lehet feladatokat megoldani, ugye a színészet azért az nem annyiból áll, hogy most felmondok egy előre betanult szöveget, hanem vannak feladatok, amiket nekem jól kell megoldani, és azt gondolom, hogy de hát ez az ő visszajelzésük is, hogy azért hasznát veszik ők ennek az egésznek, hogy pöröghetnek, hogy újra gondolhatják, hogy tényleg itt is azért behozunk karaktereket, szerepeket, tárgyakat, és akkor elindul ez a játék az agyban, elindul a játék a többiekkel is, kit hol, hogyan veszem észre, hogy ő mi az, amit reagálna. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy abszolút jó, és a másik izgalmas dolog, hogy pont arról beszélgettünk velük múltkor, hogy egyébként az improvizáció, mint olyan, az egy tanulható történet, úgyhogy nekünk is van egy evolúciónk, ugye most magunktól megyünk, és a saját kis készletünket, vagy mindenki hozza a saját kis készletét, amivel eddig is dolgozott színészként, de arra gondoltunk, hogy lehet, hogy mi is még picit megújítjuk magunkat, és akkor elmegyünk egy kis tréningezésre is együtt csapatként. Jó, hogy ezt mondod, mert hogy ugye a játékról akkor beszélünk egy picit, te vagy a játékmester. Ugye? Igen. Tehát neked is van szereped azért. Igen, ezt én találtam ki magamnak ezt, hogy játékmester. Abszolút jó, ugye valakinek kell azért kívülről irányítani ezt az egészet. Egyrészt, hogyha látom, hogy valaki nehézségbe kerül, akkor én vagyok az a rendes ember, aki kimenti, de én ugyanakkor meg én vagyok az, aki néha egy kicsit kiszúr a játékosainkkal, hiszen hát én írom a szituációkat, a szövegeket, vagy a bármi olyasmi kis dolgokat, amikkel őket hát nehéz helyzetbe hozzuk, mert például a Hanvas Béla 125 projektünk kapcsán is azt gondoltuk, hogy hát hogy lehet, és ez egyébként egy izgalmas téma itt, hogy az egész projektről beszélünk, hogy lehet egy kicsit nehezebb témákat is behozni, és úgy feldolgozni, és úgy átadni, hogy valaki, aki egyébként talán Hanvas Béla, vagy az irodalom, vagy egyébek iránt nem annyira érdeklődő, vagy nem találkozott vele, őnek is át tudjuk adni, és egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam, lazább közegben át tudjuk adni, és a Hamas Bélában is ezt egyébként leteszteltük, szövegeket, meg szituációkat a Hamas Béla életéből, a könyvekből vett szituációk, gyakorlatilag a szövegek, a véletlen szöveg is minden másébb, és hát, hogy ezt így mixeltük. Úgyhogy én vagyok hát mondhatom azt, hogy egyébként néha a napjuk megkeserítője, vagy a feladatuk kiötlője, aki nehéz helyzetbe hozza őket, de gyakorlatilag én azért reménykedem abban, hogy inkább pozitív az a kis élmény, amit okozunk. Úgyhogy én vagyok az, aki igen, így próbálja ezt képben tartani, vagy ilyen kereteket szabni, hogy ők viszont ki tudjanak teljesedni abban, amit csinálnak. Uh-huh. A tematika az honnan jön? Volt olyan is, hogy mondjuk a könyvtár volt a helyszín, és akkor könyvtáros téma volt. Igen, hát gyakorlatilag a poént ebből szempontból lelőtted. Alapvetően mindig ahova megyünk, ahhoz alkalmazkodunk. Aztán ezen kívül pedig, ha véletlen olyasmi van, és meglátok én is valamit az utcán, hogy hú, ez milyen jó lenne, és milyen izgalmas téma, akkor pedig azt szoktuk behozni, úgyhogy gyakorlatilag mindig adja magát, de hát azért a könyvtárban is, amikor megyünk, akkor ugye, és humorról van szó, akkor nem az a cél, hogy most kifigurázzuk a könyvtárost, vagy nem tudom, hanem hogy hozzunk be olyan, és ez is cél, hogy igyekszünk minőségi humort előállítani. Én azt látom, hogy most azért a humor piacán, szabad így fogalmazni, ott azért sokszor az alpári megfogalmazások, meg kicsit az a hát nem biztos, hogy a legjobb típusú humor jelenik meg, és mi arra gondoltunk, hogy hát ezt is mutassuk meg, hogyha már értékmentők vagyunk, hogy hát lehet ezt egy picit másabbul is, és hogy a humort meg lehet fogni egy kicsit több melóval, egy kicsit több gondolkodással, meg több odafigyeléssel, de lehet ezt úgy csinálni, hogy a végén az ne azon nevessünk, hogy milyen alpári volt valaki, hanem azon, hogy ez egy jó kis, milyen jó szituáció kerekedett ebből, és hogy az abszurd, talán igen, ez ami jó szó, hogy a kicsit ilyen örkényi dolgokat visszahozunk, hogy ezzel játszunk, uh-huh. hogy egy abszurd lesz az egész, és egy olyan furcsa helyzet, és attól válik már humoros, és nem attól, hogy ott ilyen-olyan csúnya szavak hangzanak el. Uh-huh. Arról ne feledkezzünk el, hogy ugye ennek az egésznek van egy jótékonysági célja. Igen, úgyhogy nem csak win-win, hanem win-win-win-win, nagyon sok win van a dologban.
Igen, arra gondoltunk, mert szerencsénk van, mert van arra lehetőségünk, forrásunk, hogy ezeket a rendezvényeket megcsináljuk, és az is egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy nagyon jót tesz a projekteknek, hogy nincs bevételkényszerünk, nem kell ezen feszülnünk, hogy úristen, hogy jön ez össze, és a többi, hanem inkább arra gondoltunk, hogy ha nincs ilyen kényszerünk, akkor mi lenne, ha egyébként találnánk egy jó ügyet, amit viszont támogathatnak. Én nem hiszek abban, és azt látom most, lehet, hogy ez egy kicsit úgy furcsa lesz, de hogy én azt gondolom, hogy nem jó az, hogy sok mindent ingyen kapnak ma az emberek, mert azért ez valahol kezdi el értékteleníteni ezeket a egyébként nagyon minőségi produkciókat. És azt gondoltuk, hogy ne hagyjuk akkor ingyen, hanem legyen az, hogy egy támogatói jeggyel, egy támogatás formája van, gyakorlatilag én eljövök, megnézem a műsort, jól szórakozom, és hát azzal köszönöm meg a produkciót, hogy közben pedig segítek akkor valakinek, egy jó ügynek, hogy ez most a gyermekek, az állatvédelem, vagy bármi más egyéb, azért igyekszünk mindig jó témákat találni, de ez kiemelt cél volt egyébként, hogy akkor oké, legyen egy jótékonyság is ebben. Uh-huh. Ami tőlünk meg hát nem áll messze, mert hogy alapvetően mindig mindennel igyekszünk jótékonykodni, és rengeteg önkéntes program és más egyébben igyekszünk segíteni, és azt gondoltuk, hogy ez egy megint egy izgalmas formája annak a segítésnek. Akkor most beszéljünk arról, hogy legközelebb hol, és mikor láthatják ezt a produkciót a nézők? Hát ugye mi is a helyszínek kapcsán is mindig igyekszünk úgy jönni-menni, ha szabad így fogalmazni. Voltunk mi már a civil központban, ugye a Színház Kávézó egy fantasztikus hely, azt gondolom, hogy azt úgy igyekszünk majd egy bázisnak megtartani. De azért az újdonságok, hát ha már improvizációról beszélünk, akkor mi is szeretünk improvizálni, vagy hát egy ilyen helyzetbe, egy kicsit ilyen ismeretlen helyzetbe hozni magunkat, és ezúttal a Petőfi Kultúrtanszéken leszünk. Március 27-e, 18 óra 30-kor lesz az előadásunk, és hát erre gyakorlatilag a hét elejétől már igyekszünk a támogatói jegyek megvásárlásának a lehetőségét is biztosítani, úgyhogy jövő héttől azt gondolom, hogy ez abszolút indul ez a történet. Ott egyébként olyan 90 fő a befogadása a helyszínnek. A tematikáját azt már lehet tudni, hogy mi az, amit láthatnak? Hát, hogyha szórakozó helyen leszünk, meg fesztivál, akkor azt gondolom, hogy adja magát a helyszín, hogy uh-huh. És akár a fezenről is beszélünk, lehet, hogy egy kicsit ilyen fezenes témát fogunk behozni. Uh-huh. Igen, hát és sőt, szerintem mindenkinek vannak jó történetei, izgalmas tapasztalatai, meg nem annyira izgalmas tapasztalatai a fesztiválokról, úgyhogy ez egy nagyon jó téma és kimeríthetetlen téma. Uh-huh. Ezt követően vannak-e már tervek az idei évre? Igen, hát ugye nekünk fontos volt az, és ezen már a kezdetektől nagyon szeretnénk dolgozni, hogy ez egy rendszeres projekt tudjon lenni. Szerencsére már tényleg sok előadásunk volt, viszont hát pörög az élet, és hogy mi is szeretnénk azt, hogy minél több legyen. Biztos, hogy havonta egyszer lesz. Mindig van jó ügy is, én azt mondom, hogy szerencsénk van, helyszínünk is van. Jó ügy is van, itt egyedül a színészek kapacitása, ami nekünk hát gátat szab. Szerencsére nagyon sokat tudnak, és sokan tudnak a mi kis csapatunkból játszani folyamatosan a színházba, de azért a kis réseket megtaláljuk, ezért szokott lenni egyébként, hogy mi mindig ilyen hétfő, vagy hasonló ilyen elvetemült időpontokba tartjuk. Úgyhogy mindenképpen várható. Ezen kívül pedig hát magát ezt a darabot is visszük máshova is, meg úgy szerencsére már meghívnak bennünket, Veszprém megyébe is kell majd mennünk. Hamvas Béla 125 sajnos az így véget ér ez a projektünk, de hát mindig van újdonság, és azt gondolom, hogy neki látunk majd egy vörös életmű, vagy ezt feldolgozó kis programsorozatnak, a Hamvas Béla 125 egyébként egy nagyon jó megtapasztalás volt részünkre, mert ez volt az első olyan program, ami átfogó, nagyon hosszú ideig tart, és nagyon sok különböző kis programelemmel, az előadások, a podcastok, a minden más egyéb, és azt gondolom egy fontos tapasztalás nekünk is, hogy kell ezt jól csinálni, és hogy mennyi mindenre kell figyelni egy ilyen projektnél. Úgyhogy levontuk a következtetést, de azt gondolom, hogy ezen a kultúra és a nyári színház, és most aztán elkezdhetném sorolni, hogy mennyi mindenünk lesz, hiszen hát a Gorzum és a maga a múzeum is egy nagyon jó kis együttműködő partner, úgyhogy aki volt tavaly
a rendezvényeinken, az számíthat, hogy biztosan lesz a rendház udvarán egy fantasztikus helyszín. Egyébként ott pont Müller Péter is volt vendégünk nekünk, de ugyanúgy a Kolizumban is biztosan leszünk. És még a város rengeteg pontján, amit most nem tudok hál' Istennek felsorolni, mert annyi minden van, ahova mehetünk, és ahova szeretettel hívnak bennünket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát én azt mondom akkor a nézőknek, hogy keressék az értékmentőket, megtalálnak titeket mindenféle felületen, és akkor érdeklődjenek a különböző kulturális programok iránt. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Ideiglenes otthonra leltek a szenior örömtáncosok a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. A kulturális intézmények átmeneti bezárásával számos mozgásforma foglalkozást találta meg itt helyét a nyitásig. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Mozgalmasan indult a hét a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. Hétfőn már a reggeli órákban a zenéjé és a táncé volt a főszerep, akik pedig ebben örömüket lelték, azok a szenior örömtáncosok voltak. A város számos kulturális intézménye rendszeresen otthont ad a különböző csoportok foglalkozásainak, a téli bezárás után pedig most a tóparti épület ad otthont számos tevékenységnek. Az örömtáncosok sem adták fel a próbákat, a 60 fölötti korosztály kedvelt mozgásformája minden hétfőn délelőtt elérhető. Mi a szenior örömtáncot 6 évvel ezelőtt kezdtük el a tanfolyamot, ugye Csirva Szémiához jártunk Budapestre, és 5 éve kezdtük, és pont itt a Szabadművelődési Házba kaptunk helyet akkor is, úgyhogy tulajdonképpen nekünk ez az otthonunk volt, és utána, mivel ugye egyre többen lettünk, tehát nagyobb lett a csoport, akkor kaptunk még egy lehetőséget az Öreghegyen is, és a Fantába, és akkor ezen a két helyen voltunk heti rendszerességgel. Most kerültünk vissza, hogy lezárt december 5-én a kultúrház, és itt maradtunk heti egy alkalommal, tehát ugyanúgy a hétfő délelőtt, mint ahogy látható, elég nagy csoportszámmal táncolunk, úgyhogy itt az aulában nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, tulajdonképpen van elég helyünk. Most a szenior örömtáncol csak annyit, hogy tényleg, tehát nem mi reklámoztuk magunkat, hanem ugye, hogy megtudták a hölgyek, ez ugye 60 pluszos, főleg a mi korosztályunk, megtudták és egymást hozták, mert mindenkinek nagyon tetszett. Ez egy ugye nagyon-nagyon kímélő sporttevékenység tulajdonképpen idősebb korosztálynak, zenére történő, tulajdonképpen testet, agyat, lelket megmozgató dolog, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Tesz az izmoknak, izületeknek, és ugye a mi szlogenünk mozgás öröm agytorna, mert nem csak a testet mozgatja meg, hanem ugye akkor minden órán új táncokat tanulunk, és a koreográfiák megtanulása pici gyakorlás után, ugye ez mozgatja állandóan az agyat, nagyon oda kell figyelni a jobb és a bal kézre, jobb láb, bal láb, mikor, hogy kell, meg nem véletlenül egymásra is, ugye a zenére, tehát nagyon-nagyon javítja a koncentráció és képességet is, a memóriát, ugye mi az idősebb korosztály, ugye leépül a szervezet egy idő után, hát ugye minél idősebb egy test, a szellem és a test ugyanúgy megy lefele, és ezért nagyon-nagyon jó ez a szenior örömtánc, mert tulajdonképpen ugyanúgy, mint egy bármelyik sport, tehát karban tart bennünket. Ha valaki heti rendszerességgel tud járni, akkor az már nagyon-nagyon jó. Tulajdonképpen a demenciát is megelőzi. Magányűző, ugye az idősödő korosztálynak főképpen az a problémája, ugye, hogy egyre elmagányosodnak, depressziósok lesznek, és amint itt látható, egy nagyon-nagyon jó közösség alakul ki a tánc során, nagyon jó baráti kapcsolatok szövődnek.
de az is fontos a szépkorúaknak, hogy ezeken az alkalmakon jó baráti kapcsolatok szövődnek, sokan éppen ezért járnak ide. Én azért járok, mert hogy 71 éves vagyok rögtön, és a testünk, lelkünk azért kívánja a közösséget, egy kis mozgást, túrázom, örök életemben táncoltam, és ez egy nagyon jó kis közösség. Tehát az ember társas lény, mozog, és emberek között vagyunk, ezért járunk ide. Az agynak jó, a testnek jó, a léleknek jó. Ez annyira volt csak nehéz, hogy én 22 évig sportoltam versenyszerűen, és mikor ide lejöttem táncolni, most mosolygunk azon a legegyszerűbb táncon, és azt mondtam, én ide soha többet nem jövök, azt tudom, merre fordulok, és hova jövök, és miért jövök, de utána hozzááll az ember agya, testtel, lépése, lába, és utána már akarjuk, hogy újat, és minél többet, és gyorsabban. Az pedig, hogy jó döntés volt helyet adni a csoportoknak, az is bizonyítja, hogy jól megférnek egymás mellett. Mindenki számára jól szervezetten tudnak működni a hobbi vagy sporttevékenységek. A tavalyi zárást követően körülbelül 25 csoportunk kérte az áthelyezését a központi épületünkbe. A klubok, szakkörök, terembérlők áthelyezése a külsős házakból a kisebb surlódásoktól eltekintve zökkenőmentesre sikerült, új barátságok, ismertségek is születtek. Remek példa erre a szerdai napunk, amikor is bebizonyosodott, hogy jól megfér egymás mellett a zumba, a jóga, a versenytánc és a színházi próba. A szenior örömtáncosok egészen áprilisig megtalálhatók a fürdősoron, azt követően pedig visszaköltöznek jól megszokott otthonukba, az Öreghegyi Közösségi Házba. Csatlakozni hozzájuk pedig bármikor lehet. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.